Történelmi emlékhely kitüntető címet kapott május 20-án Szabolcs település. Az ezer éves földvár és a most felújított Tomori kúria komoly vonzerőt jelenthet a turisták számára. Krivács András szerint a foglalások száma jelenleg bizakodásra ad okot a magyar vendéglátóvállalkozások számára. Hogyha az lesz a tendencia, ami tavaly, illetve tavaly előtt volt, hogy a magyar turisták nagy számban Magyarországot választották, akkor örülünk. Hogyha ezek a turistáknak a nagy része, mivel nincsenek korlátozások, kinyitották a határokat, szabadon utazható Európa vagy bármelyik kontinens, így azért félőnek tartjuk, illetve aggódva nézzük azokat a számokat, amik más ország foglalási statisztikái. Azt gondolom, hogy Magyarország jelen pillanatban még most jól állunk, akár ha nem azt mondom, hogy európai mezőnyében vagyunk, de azért jól állunk. A megye kimondottan jól áll, középnyírség nagyon-nagyon nagy számokat mutatott az elmúlt 3 évben, és talán februárban voltam itt, amikor azt mondtam, hogy egy minőségi ugrást hajtott végre Kelet-Magyarország, ezen belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Kifejezetten ajánlott térségek, vagy térségnek, kicsi mikrodesztinációnak titulálta a szakma Kelet-Magyarországot, ezen belül is a Tokaj-Nyíregyháza, Baktalórendháza, Tisza parti régiókat, Vásárosnemény. Ez az útvonal, ami nagyon-nagyon látogatott, és természetesen kiegészülve Nyírbátor, Kisvárda, Mária, Pócs háromszöggel. Itt nagyon sok vendégészaka realizálódott az elmúlt 3 hónapban, illetve a vendégek nagy számban térnek vissza, amelyet köszönünk természetesen. De hát itt is arra biztatok mindenkit, hogy válassza a magyar szálláshelyeket, válassza a magyar éttermeket, hát használjuk a magyar. A Krivács András vezette szakmai szervezet számtalan külföldi tanulmányi programot indított hazai vállalkozások számára, annak érdekében, hogy a nyugat-európai jó gyakorlatokat meghonosítsák itthon is. Az elnök szerint akkor lehet igazán vonzó ajánlatokat összeállítani a turistáknak, ha a szálláshelyek és a programok mellett bekapcsolódnak egészségipari és mezőgazdasági szereplők is. Az elmúlt másfél év nálunk arról szólt, hogy egy olyan kulturális innovációt vezessünk be a szakmán belül, amely az életpályamodellel, a versenyzési pályamodellel, a rövidellátási láncokkal, az agráriummal, az egészségügyel, a szállodával, magával az egész turizmust egyként mozgatja. És hogyha fölismerjük, és akár politikai koncepcióban is fölismerik a döntéshozók ezt, hogy ezek a szektorok különbözőek, de mégiscsak együtt kell, hogy mozgassuk őket, akkor lesz az igazi áttörés, ugyanis azt látjuk, hogy a nyugat-európai kollégáink, ők már együtt mozgatják az agráriumot, a vendéglátással, az egészségügyet, a wellness élményekkel, a szállodát, az egészségügynek bizonyos másfajta rekreációs folyamataival. És hogyha ezt teljes mértékben, és akkor így kiegészül a szakképzés természetesen, a felsőoktatás, majd az alapoktatás, mint általános iskola, ott kezdődik el egyfajta láttatás, majd egy látás, és ennek a feldolgozása. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, de ezen az úton mindenkinek végig kell mennie. A nyári turisztikai szezon hagyományosan az iskolai tanév végén egy bő 7 múlva kezdődik, és szeptember közepéig tart. Vármegyénkben a fürdők és a szabadvizek mellett történelmi emlékhelyek várják idén nyáron is a látogatókat.